Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, képer jelentkezik a következő csodálatos professzionális snowrunnellel. Ja, jó, oké, kicsit megnyugszok, jó srácok? Előző rész tök jó volt, egy kicsit nagyképűen adtam ezt a professional megnevezést így a sorozatra, mivel, hát nem tudom, hogy elbíztam magam az első részbe, hogy tök jól működött minden, azt lehet, hogy ebben meg úgy fogunk szopni, mint a torkos borz srácok. Na, gyerekek, arra gondoltam, hogy kellene itt a testre szabásnál, és nem a csörlőnél. Mi ez? Mi ez? A felfüggesztésnél ezt a megemeltet kellene nekem így erőltetni, arra gondoltam, arra kellene pénzt csinálni. Úgyhogy csapjuk ki a garázsból, valószínűleg a kapásból aludni fogunk egyet röggelig, mert pont este van. Így akkor legyen röggel, azt már veredhetjük is neki, mint a veresegyházi asszony kórus, vagy nem tudom. Jó, oké. Befejeztem. Egyébként most ittam egy energiaitalt, kutyát sétáltattam, utána letusoltam, úgyhogy most már minden mehet tovább. Egyébként annyit még el akartam mondani, hogy a többi sorodat is nem áll meg. Ugye úgy volt megbeszélve, hogy hetenként egy rész mindenből minimum fog érkezni. Szóval akkor így ebbe kell gondolkodni itt a gyerekek. Jó van? Oké. Figyeljetek, viszont itt szerintem valami taskot el kellene vállalni. A Dyson Diesel az hol van? Bazz, ott is van valami. Olyat kellene, hogy akkor taskot is csinálnék, meg még ráadásul akkor azt is kellene, hogy... Várjál. Ez ilyen nagyon messze vannak ezek a dolgok, gyerekek. Melyik volt? Igen. Kikötő is. Jó, vannak olyan izék, vannak olyan küldetések, amik térképeken át ívelnek, szóval ilyen nagyon globálisak. Fejlődés eszköze. Hú, bazd a gyerekek. Mi ez? Husky szállítmányozás. Mezőgazdasági eszköz. Figyeljetek, ezt lehet, hogy kellene csinálni. Szállítsa farmra. A Matthew és fia nevű helyi farm megkeresett minket, hogy el tudnánk-e szállítani nekik javítószerszámokat. A szállítmány valahol a garázs közelében találod. Ez tök jó, gyerekek. És így kaptunk érte pénzt, meg mindenféle dolgot. Aktivál, és követés is. És hol kell fölvennem? Mit kell felvennem? Itt kell kutakodnom? Kell nekünk sík ponyvás, és oda kell lerakni. Most ez halál komoly? Ez így fog működni? Na, ez most nekem új. Függöny ponyvás pótkocsira van szükségünk, gyerekek, úgyhogy akkor azért arra rá fogunk mozdulni, mint az iszonyat. Az hun van, itt, valahol, ott mutatja is. Nagyon jó. Függöny ponyvás pótkocsi, gyerekek. Előléptetést kapta, elértük a harmadik szintet, jaj de jó. Hát ennek már most örülnek a keeper, mint az állat. És új pótkocsi felfedező, szerviz pótkocsi. Na, akkor ide ezt kell felkapnom, azt mehetek neki már a dolgoknak. Jó, és akkor hova kell mennem? Oda kell vinnem ennyi? Szállítsd a falra. És csak egy pótkocsit kell oda vinnem a falra? Hát ennyit a professional gameplayről, gyerekek, vagy sorozatról, hogy azt se tudja a keeper, hogy merre van arccal előre. Nem igaz, gyerekek? Nem baj. Az a lényeg, ezt a járművet szerintem meg kéne próbálni felfeleszteni, tök jó. Kiment az első rész egyébként. Már jönnek rá a kommentek, írjátok, hogy ezt bírjátok, szeretitek. Megpróbálok ugyanígyre professzionál lenni, ha már egyszer. Lehet, hogy majd át kell írnom a sorozatnak a nevét izére. Noob gameplayre. Ha nem fog merni a profizmus. De szerintem figyeljetek, körülbelül 500 résznyi spintire után basszus kell mennie. Kell mennie a profizmusnak szerintem. Igazából ez meg ilyen bolondbiztos jármű, gyerekek, mert difizár összkerék mindig megy, akkor nincsen probléma, ugye? Igaz, hogy a fogyasztásunk az olyan gatya, gyerekek, hogy már mindjárt, amíg ide érünk, ilyen 10%-át meg is zabbantotta a Verda. Mondjuk visszakérdezni nem kérdez vissza, ugye? Meg is ennyi volt, gyerekek? Happá. Hát ez nem volt egy nehéz, ugye? Meg is van. Szöröztünk megint egy kis lóvét. És nézzünk akkor új, ez a szállítmányozás az egész jó. Nedves betakarítás. Mit kell ott csinálni? Téglák, fadeszkák, fémgerendák, ezek kellenek. A felszedni... Ez mizi? Mizi van itt? Érdekes, ez mi?
Síkplató sport pautkocsi. Jó, ez jó, sok mindent kell itt csinálni, gyerekek, itt nagyon sok minden. Úgyhogy lehet, hogy végignézzük a küldetéseket, olyanokat vállalunk be, amik annyira talán... Acélfolyó állatmány. Oda kell vinnünk onnan dolgot. Üzemanyagszállító portkocsira van szükségünk. Ja nem, ezt kell, el kell vinni a városi raktárba, meg ezeket is el kell vinni a városi raktárba. Na nézzük tovább, inkább szerintem, gyerekek. Rönkök a munkásoknak. Hosszú rönkök, jó, ezt is hagyagoljuk egyelőre, végignézem. Segítség a szigeten, ez is rönkök. Fűrészáru, gyerekek, oda mit, mennyi mindent kell fát a helyieknek? Azt honnan kell vinni? Onnan? Ott a rönkállomás? Úristen, gyerekek, hát azt fel kell majd szabadítani. Jó, hát akkor... Szerintem, gyerekek, azt kell erre csinálni. Hogy nézzünk, mi ez? Elveszett konténer. Meg kéne nézni ezt az elveszett konténert, de... Ura, ilyen darus autó ajánlott, ugye? Az meg például nincsen. Hú, gyerekek, nagyon komoly dolgok lesznek itt. Nedves betakarítás. Na figyelj, téglák kellenek, foreszkák, meg fémgerendák a falamra. És jól fizet, nagyon jól fizet, úgyhogy ezt aktiváljuk. És akkor hunka fölvennem. Oda kell vinni. Fagerenda, ott is föl tudom venni. Ott egy síkplatós félpótkocsi. A félpótkocsival ugye föl tud, az mennyit tud elvinni, gyerekek? Az tud. Nagyon jó, azt kellene, oda kellene eljaveláznom, nem gyerekek? Szerintem. Meg akkor ott úgyis össze tudok kapni mindent is. Minden fölösleges most el visszamennem oda szerintem. Na, egyébként egy merőbe új dolgokat fog megismerni a Keeper így ebbe a gameplayben. Mert hát konkrétan még szerintem ezt nem is csináltuk, meg ezeket a küldetéseket nagyon nem csináltuk. Nagyon keveset játszottunk ezzel a játékkal, talán ilyen 5 órát tettünk bele. Ugye említettem, hogy tök szarul futott, idegesített emiatt. Nem nagyon ismerem a játékot, meg a mechanizmusokat, meg hogy igazából mit, hogyan kell, milyen küldetések vannak. Úgyhogy lehet, hogy itt még ilyen kis szopóágon fogunk lenni az elején. Úgyhogy a professzionális gameplay, hát az lehet, hogy egy kicsit így. Egy kicsit erős volt ez a kijelentés, de megyünk mind a güzsük, gyerekek, nem állunk le. Az a lényeg, dinamikus progresszió legyen. Csapjuk neki, na. Magyarul. Figyeljetek, azt kellene elérni, hogy erre a verdára föl tudjam csapni a nagy lengés csillapítót, ugye hosszú emelést, plusz még a non-motort fölrakjuk rá, aztán szerintem onnan már egy kicsit jobbak leszünk. Meg ugye unlockolgatjuk közben a gumikat. Valami jó tökös offroad gumikat föl kell rá verni. Valami jó nagy átmérőeket, aztán igazából legyőzhetetlen leszünk nagyon. Na, figyeljetek, bemegyek tankónyi is. Útközben beesik. Hú, bassza, meg kell nézni, mennyi idő van. Jól van, oké. 17 óra 49 van most itt real time. Oké, szuper gyerekek egyébként, nagyon jó. Kis belső nézet. Le kellene ugrani, vagy el kéne menni azért a... Basszus, tudjátok, mit nem hoztam? Rájöttem, jó. Ez valahogy máshogy kell megoldani akkor. Rájött a Keeper, hogy nagy hülyeséget csinált. Igen. Rohadt nagy hülyeséget csinált, hát nincs rajtunk kézzel, nyerges. Nyerges, bizgentyű, buzgentyű. Úgyhogy ezt elcsesztük nagyon. Itt van valami pautkocsi, nem? Oldalfalas pautkocsi van. Ezt nem tudjuk elvinni. Hát hülye voltál, Keeper, nagyon durván. Hoppá, ott is egy küldetés, figyeld el. Motel baj. Bam, 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 bam. Hol van? Motel bajok. Gyerekek, azt meg kéne nézni, hogy mit akarnak tőlünk, nem? Lehet, hogy akkor felveszünk egy olyan questet, amelyiket még optimálisabban tudjuk csinálni. Meg szól a buzsika a kuton.
De egyébként itt esik Michiganben mindig az eső, ez egy csodálatos hely. Ilyen Anglia 2.0, nem gyerekek? Na, kitipruk mindent. Majd visszabökik gyerekek. Na, itt van valami motele, valahun. Szerintem ez az. Itt van valami küldetés, amit lehet, hogy föl kell erre kapni. Meg kéne nézni, hogy mit ad. Lehet, hogy valami tök jót. Ugye ezeket így tudom... Na jó, van oké. Én azt hittem kiviszi azt a lámpaoszlopot, vagy mi volt az. Világító test. Kicsit betegebbül néz ki így a Verda gyerekek. Nagyon, nagyon military. Rá vagyok pörögve a játékra, mint az állat, nem? Na, mi ez? Jutalom. Ó, ez jó, fizet. Helyi motel rossz állapotban van, és rajtunk múlik, hogy kisegítjük-e őket. Van egy szállítmány felszerelésünk számára. Elviszed neki? Hogy ne bazze? Oké. Okay. Követés indítása. Függöny pogyvás pótkocsit kell szállítani. Hát az már megint izébe lesz. Kenyába gyerekek, nem? Vagy hun tudom fővenni. Ó, mi van? Ott kell letenni, ja, ott kell letenni, hunka fővenni. Mondjátok, hogy a nagyon messzi. Ez mi ez? Ott van egy olyan pautkocsi, de ez jó, hogy ott van gyerekek, útba tudjuk ejteni, szépen átmegyünk a városon, kilátótornyot izéljük, megbizergáljuk, hogy keeper az lássa, hogy mi van, azt utána megmegyünk oda. Na, megoldott a keeper, hogy szőrzünk pótkocsit is. Bár az valószínűleg, hogy az el fog veszni ilyenkor. Tehát ilyen küldetéseken megcsinálok, ilyen pótkocsikat így leszállítok, azok eltűnnek? Az mondjuk a szudarvilág srácok, annak nem nagyon örül a képőre. Ugatnak a kutyák. Na, ott van a... Ja, meg közben... Várja, stoj! Itt is egy küldetés van. Mit kell csinálni? Itt is egy küldetés, ciklaomlás. Ja, várj, ezt elvileg föl lehet nekem venni. Ugye? Ugye nem kell nekem most ezt csinálnom, annyi, hogy ezt hozzáadta a tasknak. Szóval így fölveszegethetem őket, nincsen problém. Goodbye. Figyeljetek ezerre gyerekek, hogy nincs-e való jármű, meg ilyesmi. De egyébként majd megnézzük inkább a mapon, aztán akkor no probléma. Ugye, hogyha felszabadítunk egy ilyen kilátót, úgy mint a Spintires-be, akkor csodálatos módon látjuk a dolgokat a környéken. Gyerekek, ez a gép, ez nagyon adja, hallod? Ez nagyon brutál, ez nagyon... Ez megfogtam az Isten lábát tényleg ezzel. Na. Van egyébként egy ilyen megfigyelés téma. Valaki annyira ír basszus, hogy ez nem tud megnyugodni. Ó! Barános Joe, képzeljétek. Pont ő írt, hogy mi újság veled, ember? Na, nézzük, mi a szituáció, mit tudunk. Ott is egy itt is egy munka, oda nézz. Ott is egy munka. Ott új dolgok vannak. Ott meg egy jármű. Ott van egy scout. Gyerekek, ott egy scout jármű. Pótkocsi tároló, oda nézze, minden van itt gyerekek, azt a betya. Ott van egy jármű, beragadt pótkocsi. Ott is, fú, basszus, nagyon sok dolgot tudunk csinálni. Ki akarom maxolni ezt a mapot akkor már gyerekek, az mekkora cool lenne, hogyha minden küldetést megcsinálsz egy mapon, nem? Ki kéne tolni 100%-ra ezt a játékot, benne vagytok? Ki kéne lódjuk? Keeper itt kézen fogva. Kénlódás ez erre mehet? Na itt is fölveszünk valami küldit, ezeket mind fölszedem. Aztán majd azt vállaljuk mindig, amelyik nagyon jó közel van, várjál. Feladat mutatása. Lecsapolni a mocsarat, mit csináltál? Elfogad, ne viccelj. Vízelvezetés, ez tök jó. És az meg is fog változni akkor a környék, hogy lecsapoltam. Én vagyok itt a híró gyerekek, mi van itt? Oha. Ez lehet, hogy ezt el kell tüntetnem, hogy tovább tudjam csinálni, ugye? Bazza gyerekek. Problémák nem kicsik. Ezt lehet, hogy ezt kéne először megcsinálni. Mit kell csinálni? Fémgerendák és szervizpótalkatlészek. Ide kell hordani. Eha.
Akkor ezt figyeljetek, ezt kéne először megcsinálni, ugye? Jó sejti a Keeper. De ez melyik küldetés, vagy mi ez? Oh yeah. Aha, itt van, sziklaomlás. Figyelj, akkor ezt bepipáltuk, gyerekek. Aztán megcsináljuk ezt. Oké. Okay. Mert akkor ott legalább tovább tudunk menni. Ezt meg nem vettem föl, de fölvettem, nem? Mi az, hogy újrakezdés? Jaj, attól még kimarad ez a marker? Remélem. Oké, gyerekek, csapjuk neki. Szarra keressük magunkat ebben a részbe szerintem. Egyébként először nagyon szívesen ezt a részt csinálnám meg ezen a környéken. Fú, folyómenti javítás, úristen, itt minden is van. Ó, itt van, itt egy jármű, kiszabadítás quest, küldetés. Ezt is elfogadjuk. Hú, basszus, annyi feladat lesz itt, srácok. Mocsár lecsapolás, de látjátok, hogy az első vapor is itt ilyen több tucatnyi feladat van. Na, akkor kellene vinnünk nekünk fémgerendákat. Ezt fölvettem, ugye? Ott van a pouch. Ezt fölcsípjük egyébként, legalább egy platót fölkaphattam volna, azt úgy jöttem volna, mert akkor tudtam volna platón is vinni, de most már nem megyek vissza a garázsiba. Beteg jól néz ki egyébként ez a játék. Meg a fizika ugye, ami nagyon durva. Ezt nem tudom, ki lehet-e vinni. Kicsit félek, hogy ha ezt nem lehet kivinni. Hát azért akkor jó megcsinálták ide. Betették ezt a kotlát. Hát akkor... Ja. Köszönöm szépen. Kipufogónak meg Sanyi. Hát ez... Én meg jó bejártam ide, gyerekek. Na várja. Itt fog kifogyni az üzemanyagom, úgy látom. Be akarok tolatni, ott kerítést kivisszük. Érdekes egyébként, nehezen tudod megsatszolni, hogy most melyik tereptárgyat tudod kivinni, meg melyiket nem, az egy kicsit problémás tud lenni. Na, gyere hozzám, barátom. Ez mi van? Mi a tökön van ezen, gyerekek? Ez van valami, de mi van rajt? Honnan tudom? Rakomány. Várja? Hát a tököm tudja, hogy hol van a rakomány. Mi van ellen, gyerekek? Jó, hát gondolom föl lehet verni máshol is. Most nagyon parázok, hogy nehogy az legyen, hogy ez kell valahova. Akkor azért az ciki lesz, nem? Úgyhogy ez pont kéne valahova. Hát, skacok. Hol tudom megnézni, hogy ezen mi van? Hm? Itt abszolút sehol nem látom. Nakomány eltávolítása. Itt lehet eltávolítani. Rá fogok cseszni, biztos kell ez valahova, mi? Ah, itt van a téglánk, meg szerszámunk. Portkocsin. Az valahova kellett szerintem, srácok. Meg kéne néznünk, mert most bele fogunk bonyolódni, nem szeretem ezt, hogy most ez így történik, de... Ő, te Isten! Ez a majom, hogy ilyen... Fúró berendezések, te Mária! Kacok! Hát ott rohadjon meg, gondolom a raktárból föl tudom venni. Bízzunk benne.
Ugye az lesz, hogy ezek ledobó innen 7 perc alatt. Ledobom. Hát mondjátok, hogy nem csináltam ordas nagy hülyeséget. Itt fel tudom menni elvileg a service pót alkatrészeket, meg a fémgerendákat. Itt konkrétan itt bármit fel lehet venni, mert akkor igazából itt nagy problém nem lesz, gyerekek. Fémgerendák. Service pót alkatrész honnan tökömből fogok tudni rakni? Itt csak fémgerendák vannak? Hiha! Jó, ezt elvisszük, gyerekek, jó? Egy darab izét, fémgerendákat. Ja, egyébként lehet, hogy megérné. Úgy látom, hogy... Ja, oké, jó. Semmi gond, gyerekek, minden oké. Lehet, hogy megérne, hogy egy platóm legyen, az a baj, jó hülye voltam, hogy plató nélkül jöttem. Együtt a professional gameplayről, is látszak. Jó, hát nincs ez messze, mindjárt leszórom ezt. Fémgerendákat, meg service pótalkatrészeket, hogy honnan fogok szerezni, azt ne kérdezzétek. Ide meg kell egy kocsit, ezt lehet, hogy meg kéne csinálni ezt a kocsi mentés tévát. Szerintem kifogtam tényleg ezzel a járművel, ez nagyon beteg ez a kocsi. Ezt a... Itt van környéken ez a egy-két küldetés, például az autómentés lehet, hogy meg kéne csinálnom. Az ilyen elég egyszerű, nem? Oké, megvan. Service pót alkatrészeket, ezt hol tudom fölvenni? Elvileg kéne mutatnia. Valahol. Hol? Abból a raktárból? Hát a szemed álljon meg, öcsém. Azért akkor köszi szépen. Az úgy jó. Abból a raktárból tudom gyerekek fölverni. Az úgy korrekt, nem? Na, az a terv, hogy ezt a kocsit ledobom, vagy ezt a pótkocsit. Aztán ezt a járműmentést lehet, hogy gyors megcsinálja a Keeper, mert ahhoz igazából nem kell sok minden. Ez a szállítmányozások, ezek nem egyszerűek, viszont ha abból a raktárból kell cipelnem, akkor megint azt kéne csinálnom, hogy úgy beejteni olyan dolgokat, amiket így... Jó, ezt ide leakasztjuk. Ezzel meg azt csináljuk, hogy feladatmutatása és újrakezdés, igen. Feladatmutatása és akkor követés. Ott van a berakadt pótkocsi, nézd a... Ott van egy másik dolog is, valami jármű? Hol vagyunk? Hú, ez jó messze van, na. Hát figyeljétek, itt le tudnék menni oda. Hát ez már előre félek egyébként, hogy ez nem lesz egyszerű. Meg fele üzemanyaggal vagyunk. Most nagyon meg vagyok lőve, hogy melyiket érdemes csinálni, gyerekek. Mit csináljunk? Terepjáró teherautó ajánlott. Ott van ugye. Sziklaomlás, ugye oda kellene még cucc. Motel bajnok. Oda meg igazából egy függöny ponyvás pautkocsi kellene. Csak azt néztem, a függöny ponyvás pautkocsi, az meg ott van a halál szám. Vízelvezetés.
Ott meg izét kellene, ugye látod? Valami szivattyúkat kellene aktiválni. Ez elég jó fizet. Figyeljetek, csináljuk ezt, meg közben lehet, hogy ezt megpróbáljuk kikeperni innen, jó? És akkor így kettő legyet ütünk egy csapásra. Itt megcsináljuk ezt, szivattyúsot, meg azt megpróbáljuk valahogy kirángatni. Így, ez a terv. Ez a tervecske, gyerekek. Szóval te kéne menni tankolni, az itt van nem messze. Várjátok, nincsen semmi üzemanyag töltőállomás itt, ugye? Nincsen. Oké, gyerekek. Jó lesz ez, csak az a baj, hogy ez annyit teszik ez a gép, mint az állat. Beugrunk tankolni, jövünk vissza, mint az őrültek, levegyük, megcsináljuk ezt a vízelvezetés problémát. Utána pedig megpróbáljuk kirángatni azt a beragadt pótkocsi, vagy mi az van ott. És akkor kettő legyet próbálunk ütni egy csapira. Ez a baj itt ez a, ugye a leomlott cucchoz, vagy ott a sziklaomláshoz, ott ilyen rengeteg, vagy nagyon messziről kellene hozni dolgot, ez nekem nem fekszik. Na, mi az? Ajajajajajaj, azt hittem, hogy ezt telerak. Egyébként az egy probléma ez a járműben, hogy nem tudsz spórolni az üzemanyaggal. Mert ugye, hogyha a lifi tövszkereket ki tudnám kapcsolni. Egyébként az aktív felfüggesztés, az lehet, hogy az lenne, mert azt írja, hogy ugye hozzá lehet igazítani mindig a megfelelő terepbizonyhoz, hogy akkor lehet, hogy ezért tudnám választani a diffit meg az összkereket. De nem hiszem. Jó, kapcsolatban van ugye a hajtáslánca, hát nem nagyon, az felfüggesztés az nincs kapcsolatban nagyon, de hirtelen arra gondoltam, pedig az jó lenne, hogyha kapcsolható lenne a diffi meg az összkerék, akkor sokkal inkább hatékonyabb tudnék lenni ezzel a géppel. Na, az a lényeg, hogy akkor menjünk egy jobbost majd a legelső kereszteződésnél, elvileg. De egyébként meg is jelölhetné a hülye gyerek, ugye? Visszaszedjük. Oké. Itt megpróbálunk bevenni valahogy az utakon, nem tudom képzelni egyébként mi lesz a jó megoldás. És akkor megpróbálunk ide bejutni valahogy, nem tudom, hogy... Nem tudom, mennyire szar az a terep, vagy milyen. Lehet, hogy ott fogunk megdögleni. Jó, mert egyébként nekem is újdonság ez az egész, mert azért nagyon nem emlékszem rá. Meg szerintem ezeket a teszköket mi nem csináltuk. Egyáltalán. Hű, bazze! Ma most látom, hogy baj lesz, gyerekek. Úgyhogy én el is engedem, hogy az úton menjek. Ó, bazze! Oh yeah! Ja, hogy ez ekkora mocsár. Hát az anyád úristere az. Hát barátaim, lesz itt baj, de szerintem kéne egyet csicsikálni. Kijutok innen, akkor mindjárt alszok egyet. Nem tudom, megállítom a motort. Nem tudom, hogy ez mennyire befolyásoló tényező. Reggelig aludtunk egyet gyorsan. Hát próbálkozzunk, gyerekek, próbálkozzunk. Lehet, hogy a parton kellene inkább itt ne vickélnem. Ott még esetleg egy kis borulás veszéllyel nézek farkas szemet, nem azzal, hogy beleragadok a sárba. Megküldjük arra a part fele szerintem, gyerekek. Hát, nem biztos. Itt a fák között. Próbáljunk a magasabb részeken maradni. Kösz. Jó, akkor magasabb részeken maradni. Egy kicsit megállok, mert itt újra kéne terveznem az udvonalat, mert az úgy... Hoppá, ez nem is rossz. Jó, addig akkor el tudnék menni valahogy.
Egyébként úgy mutatja, hogy szárazföldön van, azt közben meg rohadtul nem szárazföldön megy az az út. Valamikor biztos az út nem bizalad volt, most azért eléggé. Hát én nem mondó vagyok, hogy lehet, hogy itt. Elég gyorsan kell lenni, meg eléggé szisztematikusan tolni neki mind az őrűt, mert különben beragadsz valahova. Úgy gyerekek, figyelj, mert ez nem lesz egyszerű oda bejutni. Sőt, hogy a pirossal írta, hogy ide valami terepjáró kellene, terepjárógép. Hát az, az milyen mély lehet? Oké, hogy a... Jó, nem gép, ha nem bírja gyerekek, nem gép, ha nem bírja. Nyomunk egy ellet neki, egy felezőt, hát hogyha valamit segít a helyzetünkön. Ugye elvileg, hogyha lassan mész, akkor jobban betapadnak a kerekek, mint a pörgetett, mint az Isten nyila. Hát nem tudom, hogy ez... Ó, ott van a szivattyú, látom már, ne. Megnézzük, hova lehet a csörlőzni, gyerekek, várjatok valami, mert távolabbi pontra, mert itt körbe elégetjük az üzemanyagot, annyit fogok elérni, azt nem lesz belőlünk ló. Lópikulese! Mennyire kell közel venni? Remélem nem kell valami szerelőfelépítmény vagy ilyen hülyeség, hanem csak oda vegyük, azt jó világ. Jó, most már szerintem ott azokat a fákat elérjük. Nagyon jó. Ja, a bokorhoz kötöttem? Ja nem. Jó. Oké, megcsináltuk. Hol a következő? Nézzünk rá a térképre. Hol van a következő? Mit csináltál? Nem mondod? Hölcsém, én azt hittem, hogy nem. Jó, kösz. Ez úgy, az úgy aranyoskás. Várj, hát ennek nem tudjuk megnézni, hogy egyáltalán hol vannak a... Ó, te Sanyi, hát akkor ez nagyon izé. Várj, hol van még szivattyú? Ott van egy szivattyú. Meg ott van egy szivattyú. Hát a köszi szépen. Az például... Az egy ilyen... extrém szar helyen van, de az ilyen helikopterre kéne oda mennünk. Jó, hát akkor itt ez befüröttük, várj. Viszont itt akkor... Azt jó lenne onnan kikeperni valahogyan. Aztán hogy hogyan. Meg hogyan se. Tök durva, hogy ilyen szárazföldet jelez itt, az közben meg nézd meg már mi van előttem, testvérem. Jó, azt hittem, hogy izé elengedtük. Bele kéne húzni, elégetjük a üzemanyagot, a fölöslegeset. Bazza. Gyerekek, ez tudjátok mi van itt? Kénlódás. Nem akarom? Ezt akarom, én akarom, oda valahova. Nem lehet? Kösz, de jó. Már kezdődik a izé, kezdődik a megaszívás, már érzem gyerekek. A megaszívás kezdődik. Meg kéne húzni az oldalát. Kikerüljük ezt a most. Ott lát, ami előttünk, mert villammotor, bazze. Hát igaz, egy villammotor. Na. Oda kéne eljutni valahogy el. Hát kemény leszek, mint a Rambo 3. Ezek a fák azok az, amúgy nem a barátaink, hanem azt úgy gondolom, hogy tök rájöttetek anélkül is szerintem, hogy mondjam. Az a baj, így nem tudjuk megcsinálni a taszkokat, mert minden egyibe belefogunk, és minden egy ilyen extrém benehezedik. Hát na most ide belemegyek gyerekek, és nincsen kidőlt fa, akkor van cumi, ott parton kéne. Ez nem lesz jó nekem, hogyha ide belevágtatok.
Jaj, nagyon spintága a szerződésem van egyébként. Na, bazd a gyerekek, ezt figyeld. Na, mert ez jó volt, ez jó megoldás volt, hogy ide jövök. Inkább a parton. Hűha! Ja, kösz. Fenn van a dzsúva közepén. Hát, öcsém. Hát, nem tudom, azt sem tudom, merre tudnék megindulni, hogy várjál. Kicsit elővickélek még ide a kühihöz. Ezt most úgy mutatja, hogy így fönn van, de szerintem az úgy besüpped a földbe, hogyha én oda megyek. Be kellett tolatnom itt a kühiné. Szépen okosba. Nagyon gyorsnak kéne lennünk tényleg. Ó, hát ez itt jó, ez meg van keményedve a talaj, úgy látom. Azt ott előttünk, hogy milyen. Ott is elég keménynek látszik. Hopp, nem. Itt van a szivatás, gyerekek. Ezt mindenképp visszaköt óri bajt. Na. Követés indítás, akkor vegyünk át erre. Aztán csatlakoztassuk ezerre. Aztán betolok egy kicsit. Azt ugyanarra megyünk ki. Figyeljetek, meg egy útvonal tervezés nem ártana. Úgyhogy, sztoj. Itt nem állok meg, basszus. Bajos lesz. Jó, itt már fa közel van, meg minden van. Oké. Egy jó útvonal terv kellene, gyerekek. Figyelj, itt nem tudnék... Ja, itt van az a kőomlás, ugye? Hát ez akkor... Ja, meg ott is sziklaomlás, meg ott is sziklaomlás. Hát köszönöm szépen, akkor már erre megyek vissza, basszus. Sagyi. Hát ez itt akkor meg vagyunk szivadva, mint az állat. Van egy olyan érzés. Mert hiába megyek föl. De várj, egy tokos be lehetne menni, figyeld? Van itt egy izé, van egy útvonal, elég hosszadalvas lehet. Itt meg kéne próbálni fölkotorni magunkat. És akkor itt van egy kis út, látod? Így, okosba. És ugye itt van még egy sziklaomlás, és nekünk pont ide kell vinni. Tehát akkor itt okosba ki tudnék. Hát aztán, hogy milyen út az, ez lehet, hogy olyan gányút, öcsém, hogy nem tudok ott átmenni. Úgyhogy az közre jár, hogy előfordulhat. De én más megoldást nem nagyon tudok, mert visszafele, abba a lábvidékbe mi szerintem nem fogunk tudni elboldogulni. Úgyhogy adjál neki, Sanyi. Itt meg kéne próbálni felugratni ezen a dombon. Figyelj, inkább legyen emelkedő, mint sár, mert ez egyébként ez tök jó, erős az a gép, meg bírja nagyon. A sarat nem szereti. Inkább azt kerüljük. Hát meg a izét szereti, az üzemanyagot égetni, úgyhogy gyorsnak is kéne lennünk. Oha, saras. Próbáljunk a szélibe venni. Jó, itt már bekevényedik. Mindig tök jó meg van csinálva, hogy az ilyen alacsonyabb részeken ugye ott összegyűlik a víz, és ott lesz saras. Hát meg az ilyen nyombájukban nem érdemes nagyon bele menned. Ó, ez nem rossz, gyerekek, ez egész kelleves. Ó, itt is egy pautkocsi, figyeld el. Várj, azt a pautkocsit, hogyha elvileg felfedezem, az akkor nekem jó, nem? Kettőt nem tudok összeakasztani. Figyelj, el kéne videm ezt a pautkocsit. Mert valahova pont ilyen kell. Álljál meg! Keeper ezt fölkapja ezt is, jó? Professionális gameplay, tudod? A viccájé. Kettő póta elmegyünk, nem szórakozunk mi. Figyelj, nem azok a fajták vagyunk, na. Ide rátolatunk, kettő póttal. Hoppá, kicsit sok volt. Az üzemanyag kire fogyod, nekem az az egy problémában egyébként. Attól félek. Azért nyomom neki, mint a süketek exet.
Gyere barátom, gyere! Ezt még fölkapjuk, állja, elvileg van portkocsi néled, az. És akkor a hátsót kell elvileg letennem, ugye? Azt mutatja is, hogy ja nem. De, azt mutatja, jó. Oké. Okay. A barátaim az urba. Most imádkozzatok, öcsém. Hát ezt a fát, hogyha ebbe beakadok, akkor csuda a dolog lesz megint. Jó, hát ez kis tűrűte szerintem a helyírű. Eléggé szűkös az az útvonal. Hát srácok, adjuk neki. Itt mi van? Ja, itt van egy ilyen pótkocsi lerakat. Ja. Remélem ez fölmegy kettő pótkocsival, mert itt fák azok nagyon nincsenek. Na, tegyünk egy izét, egy rövidet neki. Egy feledőt. Hát jó, ezt kifogtam szerintem, srácok, nagyon ezt a járművet. Ez nagyon szereti, a sarat nem nagyon bírja, de azt is meg fogjuk oldani, hogy fogja. Aztán ezzel szerintem így, most nem azt mondom, végig visszük a gémet, de én ezt nagyon ki akarom maxolni, ezt bírom. De természetesen fogunk mást is használni, de így én úgy érzem, hogy ez nem rossz. Na. Kölkök. Megyünk. Merek menni? Visszafele, ugye? Várj, állj! Stoj! Körül kell nézni, mi van itt ennék most. Hú, bassza, nagyon messzi van még. Ja, én azt hittem, ma ott vagyunk a nagy francokat. Ugye az a baj, hogy itt a sziklaomlás téma megnehezíti a dolgunkat, szóval itt mindenen át kell menni. Ja, hát akkor még baró messze vagyunk, gyerekek. Úgyhogy még annyira ne örüljük neki. Itt valahol át kell mennem? Itt megy az út tovább? Ne vicceljél velem, Rozi! És az út ez merre megy itt balra? Aha, ja, mert ilyen fődes. Jó van, akkor szembe megyünk. Próbálkozunk vele. Ha nagyon elfogyó üzemanyag, akkor ekömenni tankolni, gyerekek. Tegyünk neki egy rettenetest, hát hadd menjen! Lol. Figyeljetek, ma a felfüggesztést meg kéne szerezni, minimum. Ez a minimum. Hátra sem merek nézni, mi történik, itt rastognak a fák. Kicsit egyébként így lifeg mögöttünk a hátulja a gépnek, így mindig rángatja ez a két paut. Olyan bényóc hangja van, mint az istennyír a gyerekek. Ez benzines az a jármű, vagy pedig a dízel? Mondjuk amilyen kormot köp, az valószínű, hogy dízel lesz. Na, srácok, itten erre akadjunk. A sártól félek ezzel a járművel. Semmi mástú, komolyan. Mondjuk egy offroad játékban mitű félé mástú, nem? A varjaktú, vagy mitű? Hát itt ez már meg lesz. Egy ilyen pót kell egyébként, azt hiszem, a izébe is, a motelbe, csak hát azt cseszhetem, mert hogyha nem az kell nekik, amit ugye kijelöl, gondolom, a task, mármint az a küldetés, akkor az hiába. Hiába hozok neki egy másik pótot, hiába ugyanolyan. Hüha, már adjunk neki egy felezőt. Ne ássuk be magunkat annyira, ha nem muszáj. Na, most beállt mind a kettő pótkocsi basszus tengelyig a sárba. Olyan, mint hogy ekét húznánk körülbelül. Ó, de szépen, ezt meg is csináltuk tök jó. Komolyan mondom, még mindig büszke vagyok magunkra. Eddig úgy jól teljesítünk, nem? Ilyen, nem is volt olyan elakadásunk, amit nem tudtunk volna megoldani. Meg hát még így túl is teljesítjük magunkat, arra nézzél, mit csinál itt a keeper. Nem tudom, hogy ennek mi haszna lesz, de remélem, hogy valami igen. Hát de meg úgyis erre jöttünk volna, azt fölmarkoltam azt a pótot. Nem tudom, a pótokat is azt hiszem egyébként lehet eladni meg minden, abból is lehet pénzt csinálni.
Bár lehet, hogy nem kéne így eladni a mapról a pótokat, mert akkor mit csinálsz utána, nem? Azt hiszem, hogy lehet, nem? Írjátok meg, srácok, hogy lehet, lehet a pótokat így összecsipni, azt eladni. Ha menjünk a hátsót, bevisszük, akkor elvileg le is fog akadni rólunk. Van 40. Csak az a baj, hogy bemegyek, basszus. Ez nem tudom, hogy az jó lesz-e nekem. Ugye ezt odébb húzok. Ja, igen, már mutatja, hogy már üzemanyag az nagyon gyenge. A Q-val akarom mindig lekapcsolni a pótkocsit. Kis egy farming szimulátoros beidegződés, mi? Liter, gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon. Ez annyit teszik, meg elvileg a nagyobb motor azzal még többet fog adni. Úgyhogy szerintem ez úgy fogunk közlekedni azután, hogy kellene csinálni egy ilyen support járművet, amelyik tényleg ilyen support cuccokat cipel, kerekeket, javítókészletet, meg üzemanyagot rengeteget. És úgy kéne járni két géppel, ugye tudsz menni, hogy összekötöd őket. Jó, ez meg is volt. Gyerekek, megállítjuk a motort. Az csitó van, jó? Körülnézünk, hogy mégis mit kell csinálni. Ja, ezt figyeljetek, úgy kéne, hogy kéne egy support jármű nekem, még nem, még ha nem is olyan brutál telepjáró képességekkel van, hanem, hát figyelj, nyerve egy pótkocsit is tudnék, de nem, egy még egy jármű, az lenne jó, mert akkor esetleg ki is tudjuk húzni a gépet. Meg lehet ilyen csoda dolgokat, gyerekek. Na, mit kell itt még csinálni? A sziklaomlás ugye itt folyamatban van, csak szerviz pótalkatrészek köllenének abból a raktárból. Köszi. Tök rendes vagy. Motel bajnoknak már körlene. Ó, függőny, az pont az a pótkocsi köl neki, gyerekek. Hát akkor az nagyon, nagyon epic jó vagyunk-e? Mert motel bajnok, hogy tudom, hogy ezt mutassa ezt a követés indítása. Figyelj, azt pont azt el kell vinni a motelhez, aztán kapunk érte zsetont meg XP-t. Hát még jó, hogy fölcsíptük, gyerekek! Meg tankolni kell, mert le fogunk rohadni. Ezt mehetünk kannával, basszus, a kutra, gyalog. Egyébként nincsen semmilyen más járműünk, azt ugye vágjátok. Van itt egy jármű fönn, nem messze. Tankolás után lehet, hogy azt fölkapjuk. Aztán akkor azzal tudunk esetleg valamit csinálni, hogyha nagyon bedöglünk valahova. Na, ez jó lesz így már? Reméljük. Ja, itt fent a hegyen valahol volt egy jármű. Lehet, hogy azt összekapja a keeper. Tankolunk egyet, ezt megnézzük meg. Voltak itt ilyen upgrade-delhető, vagy upgrade cuccok is. Mi az? Fejlesztések, vagy mi az? Igen, azt is, az is jó lenne. Meg szerintem már bőven megvan a... Meg egy platót földobhatnak magamra, azt akkor én is tudok cipelni dolgokat. Az is, az se lenne, az hűha. Egy kicsit rángat ez a kotla. Üzemanyagban azért ki lehet számolva, gyerekek. Az a baj, beragadsz a sárba üzemanyag, akkor nagyon tud fogyni, tudod. Ez is megvan. Oda né, megint a pénz. Gyerekek, van mennyi? 9000 pénzük, vissza kell menni garázsba 1000-rel. Na, mi van ma? Ja, szerviz pótalkatrészek, sajnos. Sajna, de sajna. Rohadt messze van, ugye ott a pautot mutatja. A pautot. Ezt a pautot. Ugye ez ilyen nyerges. Hát félpótkocsina. Megyünk tankolni, azt eldöntjük. Lehet, hogy figyeljetek, azt kellett csinálnom, hogy föl kéne mennem azért a scout járműért, valami jeep, vagy nem tudom mi az. És akkor haza kéne vinnem. Ha már egyszer megyünk haza upgrade-elni, haza kéne vontatnom, érted? Nagyon-nagyon jó vagyunk. Ez még jó, hogy nem kerül pénzbe. Ugye hard módon játszanak, akkor pénzbe kerülnek.
Na várjál, nézzük, hogy mi a szituáció itt. Ott van egy jármű-e. Látod? És mi vagyunk-e? Ott-e. És ott meg van egy fejlesztés. Az a baj, ugye nem fogalmat sincs, hogy milyen fejlesztés így. Ez mi? Hiányzó gépek. Hoppá, itt is van egy küldetés. Gyerekek, hát annyi dolog van ebben a játékban. Folyómenti javítás, itt is van egy task. De ezt én nem vettem föl. Pedig nem ott jöttünk el? Valahol ott jöttünk el. Ott scout. Figyeljetek, úgy kéne csinálni. Elmegyünk ehhez a ponthoz. Utána valahogy kikeveredünk a városból. Utána elmegyünk itt végig. Fölvesszük ezt a taskot. És utána fölvágtatunk az scout járműjér. Úgyhogy ez egy... ja. Na, pont az a neve, hogy scout. Az igen. Na. És ha úgy van, akkor várunk küldetést is. Hogyha olyat találunk. Tudom, egy kicsit ilyen csapongó a gameplay, de megpróbálom drasztikusan felpörgetni. Tényleg, nekem most az a célom, hogy így haladási legyen. Úgyhogy mindig az olyan küldetéseket próbálom csinálni, ami közelben van. Ugye most például azt a mocsárlecsapoláshoz elmehetnénk oda nagyon messze. De hát oda úgy is fogunk menni, mert mindjárt megyünk a garázsba, és akkor útba ejtjük azokat is. Mert útba esik tök jó az a két garázslecsapolás. Az egyik a garázson túl van. Vagy ne garázslecsapolás, mocsárlecsapolás. Na, az meg oda csapott neki, baza olyat. Na, itt mit kell csinálni, gyerekek? Nagyon sok pénzt ad. Mindjárt megnézzük a követést, elindítjuk. Fúrási pótalkat részek. Kellene 4 darab. Honnan kell fel... Ó, azt a betyá, ha hülye vagy te. Ja, és oda a nyárba kell vinni. De most szerintem figyeld. Nem. Innen kell vinni oda őket. Az tök jó, az nem rossz. Lehet, hogy mondjuk jó nehéz terep lehet. Viszont itt úgyis fogunk keverni. Ugye? Úgyhogy az jó lesz. Ó, még egy jó feladat föl van véve. Nagyon nagyja. Meg ugye mindjárt úgy beejtünk még egy feladatot. Meg ugye mindjárt szerzünk egy járművet is. Várjál. Nem erre kell jönni, nem? Vagy erre kell jönni? Ja, csak a városi raktárat nem tudom, minek jelöltem meg. Első körbe így megyünk. Hát szerintem, hogyha nem ezt a gépet veszem, hanem valami mocskot, akkor ilyen, ezeket körülbelül így nem tudnám megcsinálni. Mert körülbelül, elmondom neki, azt se tudom, hol az... Ne! Basszus. Na, most majdnem felborultunk. Most majdnem vége lett az ének, projektnek. Nincsen másik járművünk, leszögezem, úgyhogy ha felborulunk, akkor baromi nagy baj van. Konkrétan egy büdös járművünk nincs, gyerekek. Szóval, hogy kell oda felmenni? Mi van itt? Mi folyik így gyöngyösen? Ja, jobbra ível az út. Mert itt van egy elágadás, látod? Ott is föl lehet menni. Hú, majdnem sikerült. Szívrohamot kaptam. Viszont, hogyha megveszem az emelt hasmagasságot, akkor biztos olyan labilis lesz az a járvé, mint az állat. Attól egy kicsit fosok, hogy majd be fogom dönteni a... valahova. Egyébként elég brutálul megyünk, mármint így nem nagyon tökörészünk szerintem, most azért sikerült elkapnunk. Aha, ott van benne egy task. Itt nem voltunk? Nem itt voltunk. Hm.
Nagyon jó. Megnézzük, hogy mit tart. Mit tudunk csinálni. Feladat mutatása. Itt acélfolyó, a folyami flottánk súlyosan megsérült, és az egyetlen személy, aki segíthet nekünk, kifogyott a felszerelésből. El tudnád látni az emberünket a szükséges szerszámokkal, hogy helyrehozzon minket? Jó, elfogadjuk. És be is kapcsolom, hogy mit kell csinálni. Szervizpótalkatrészek kellenek és fadeckák kellenek neki. Mindjárt megnézzük a mapon. Ja, ez a csónakházhoz. Hát azért öcsém ide behordani mindent. Meg főleg... Ugye a fadeckákat azt innen tudod behordani legközelebbről. Ez az időt mutatja ám csak... De várjál, lehet, hogy ezen van valami. Ja, bazz, ez... Aha, ja, mert azért mutogatja ezt, mert ezen van, rajt vannak dolgok. Ugye, ami használható lenne valam... Oda. Úgyhogy igen, én vagyok a hülye, bocsánat. Azt hittem, hogy csak a pótkocsit mutogatja. Mert ezen van ugye a service pótalkatrészek. És akkor ugye az kapásba kettőt levonna. De hát tök mindegy, mert amúgy sem tudom mozgatni. Viszont itt a fűrészálló telep, innen meg tudjuk ugye egyébként a... Ja, mutatja, hogy melyiket. Aha, fémgerendák, service pótalkatrészek, téglák, betontömbök. Jó. És akkor nekünk itt a városi raktárba, ott meg... A fémgerendákat tudod, jó erős. Jó, mindegy, srácok. Megyünk tovább. Föl kéne kapatni ezen az úton. Ez lenne itt a projekt. Hát eléggé veszélyesnek tűnik, na. Itt ez meg vagyunk. Nem tudom, milyen jármű lesz az, ma... Ne kérdezzétek. Várj, aludni kéne egyet. Motort leállítom, mert mindig félek, Squintiles-ből szokott az lenni, de szerintem itt nem. Hogy akkor ugyanúgy fogy az üzemanyagot, tudod. Sőt, ott szerintem, ha leállítottad, akkor is fogyott, és mindig át kellett ugrani egy másik járműbe. Hát ez nagyon beteg ez a gép, ez ilyen, nem is tudom, ilyen cross meg ural keverék. Hogy ilyen tök dinamikusan közlekedik. Viszont, mint egy ural, viszont nagyobb. Inkább olyan, mint egy cross. Hát ez kicsit nagy volt a lendület. Ez jó szűkös. Figyeljetek, a scoutot, hogyha eladnám, akkor meg tudnám venni a motorfejlesztést is, ráérted? Hoppá! Csak az a baj, hogy mindent egy lepről teszek fel erre a járműre, aztán, hogyha valami gond van, akkor meg nagyon nagy balhé lesz. Ugye? Mindent fölteszek erre. Egyébként azt hiszem, van olyan csörlő, nem srácok, amit tudok úgy is használni, hogy nem megy a motor. Csak azt úgy ellokolni kellene. Inkább mind az őrület. Na, hunka benni. Ott van a gép, már innen látta be. Innen le kéne ezt rángatni, el kéne vinni a garázsba, viszont tudba kellene ejteni munkát. Úgyhogy azt is kellene csinálni. Új terrautó felfedezve, csodálatosak vagyok. Nem tökölünk, utána kötjük a verdánknak. Aztán húzzuk mind a rongyot. Gyere velem, barátom. Elindíthatod a botort is, ha akarod. Ezt megyünk innen lefele. Ez tök jó, mert ugye egy úttal vissza tudom mind a kettőt a garázsba vinni. Nem kell külön-külön. Ugye nem is tudom, nem is néztem, hogy garázsba ugratás van-e, de nem akarom csinálni. Valamennyire, igaz, hogy nem hátba játszunk, ugye hátba egy csomó minden ilyen tök nehezítés van, hogy nem tudom, tankolásért fizetned kell, meg fú, mi is van még? Javításért fizetned kell. Jaha. Kicsit majdnem leugrattunk megint. Jó, igen, nem iszok többet se energiaitalt, se kávét gameplay-el. Mondjuk most eléggé konszolidáltan viselkedek szerintem. Csak nagyon pörgök, meg ne... Bazd, mekkorát kapott, ne szórakozz. Jézus, 95-öt, limit-et. Ne!
Hetet a motorba. Jó, a sziklákat is utálom, nem csak a sarat, rájöttem. Szerintem az a bal első kerék az eléggé megsenylette. De egyébként szerintem a kormányszögünk elcsesződött. Tök kicsit tudom kitekerni a kormányt, vagy nem tudom mi ez. Mi a pöcsön? Miért megy néha így össze-vissza? Ez a bal első kerék az úgy megy, mint a befőttes gumi, amikor gurul, komolyan. Milyen várja? Az igazság, hogy lehet, hogy kéne jelölni a keepernek egyet, mert bele vagyok keveredve. Enyhén. Várja. Pillanat. Miért rezget folyamatosan a telefonom? Folyamatosan annyira idegesít. Várjatok egy pillanat, bocsánat, én technology szünet. Kivettem még a rezgést is. Nem tudom miért. Rezgett folyamatosan. Olyan volt, mintha hívtak volna, és nem hívtak. Voltatok már ilyen anomália részesei? Na, akkor ugye annyit kéne csinálni, hogy húzunk mind a vadlibákán most hazafelé. Egész a benzinkutig. Ott megtankolunk. És akkor itt láttam, hogy itt van az egyik küldetésnek ugye a szivattyúja. Tehát azt úgy beejtjük, és akkor tudjuk csinálni azt menet közben. Nem kell érte visszajavelázni, tudod? És legközelebb ígérem, egy platót mindenképpen dobok föl erre. Vagy egy flatbedet. Gondolom flatbeddel is lehet lespanizva. Nem kell hozzá ilyen izéplató. Valamit dobunk föl, mert ez így nagyon nem jó dolog. Kifurunk az időből, olyan egy órás részeket terveztem, de mindenképp ezt már így legalább a garázsból oda kéne érni, meg azt az egy szivattyút be kéne üzemelni, ami útbe esik. A fejlesztéseket meg akarom venni. És ezt a scoutot lehet, hogy eladom, és a motort is veszünk bele nagyobbat ebbe a verdába. Az a verda gyerekek olyan lesz, ezt nyílre megcsináljuk. Egy baj van vele, tényleg mindig tankolgathatsz. Ugye annyit meg tudnál csinálni, hogy nem tudom, hogy van-e hozzá service modul, vagy valami tartályautó, hogy visszed magad az üzemanyagot. Esetleg annyit le... Bazza meg én. Igen, valami olyan service kellene rá. Tudjátok, ami ilyen... Üzemanyagot is tudsz állítani, meg service-t is. Ilyen service kocsi. Nem kocsi, hanem plató. Olyan felépítmény. Na. Sikerült elmondani a képernek, bocsánat, egy kicsit. Kicsit izé vagyok. Meg vagyok keveredve. Ez egy International, vagy mi a neve ennek a járvileg? Az, nem? International. Tököm tudja, mi az ám egyébként. Úgy néz ki, mint valami ilyen Ford Bronco, vagy valami hasonló, de annál kisebb. Ilyen tipikus 80-as évekbeli terepjáró. Na, várját, tankolunk egyet. Hajrá! Gyerünk, menjünk ezerrel! Ja, azt meg kéne nézni azt a taskot. Várjátok, bazzer, komolyan mondom, hívogatnak. Csörög a telefonom, annyira utálom! Legközelebb basszus... Eldobom! Kiviszem a kerbe, bazze, elássam. Akkor, amikor videózok. Egyébként az törik össze szerintem mögöttünk a jármű, hogy egy rásatúzok, azt mindig bír nekünk jön. Na, gyerekek, itt lesz valahol... az a mocsár, ahol... Hát igen, ez szerintem... Ja nem, ez nem nekünk vert oda, ugye? Remélem.
Hát ez lehet, hogy csattintani fogunk vele, mint az ostorral ezzel a géppel így a kagyarba. Milyen vicces lenne, hogy letolhatnál ilyen szikláról és így lógatnád. Lol, így bele, mint a teafiltert a vízbe. Na srácok, itt van valami, álljál meg. Stoj! Rá kéne váltani arra a taskra, hogy folyómenti javítás? Nem. Nem, mondom nem. Vízelvezetés és elvileg... Itt van, látod? Ott van a, ott van a... Ott van. Oké. Megyünk a szokásos udvarunkon idáig, és akkor meglessük, hogy azt így meg tudjuk-e csinálni. Úrba tudjuk ejteni. Le se kapcsolom ezt a gépet mögülem, hanem húzom azt is be a mocsárba majd. Hát egyébként tényleg nem néztem utána, hogy ez most az jó gépe vagy nem. Lehet, hogy aztán ennél csak jobban vannak, azt közben meg én itt törülök neki, mint majom a farkának. Na valahol itt kéne beugrani, nem? Vagy hol? Nem, még odébb akartam. Hülye voltam, mert ugye nem jelöltem meg egy követés indítása, mert akkor ugye mutatná, hogy hol van. Egyébként tök kiforrott ez a játék, nagyon szeretem. Hogyha megszokod így az irányítását, akkor azért így el tudsz vele tökörészni. A gyerekek, figyeljék! Ezt lekapcsolom, itt meg én bevágodok mind a zőrütt. Ki letépte láncát. Próbáljunk a szárazföldön maradni. Itt vannak jó erős fák, hátrafele ki tudom magam bontatni, ha nagyon szarba leszek. Hát figyeljetek, szerintem lehet, hogy egy kövér gázos brutál beugratás ide, az lesz a nyerő. Nem mondod. Várjál, most ezt frissítette? Az oké. Okay. Oké, okay, frissítette, ugye? Ez megvan. De egyébként ezt miért nem, hogy frissíthetné, nem vagy akármicsoda. Jó, akkor már csak az az egy van. Ja, itt mit tudom, hogy kihúzhatná, vagy valami, érted? Jó, már csak az az egy van, és akkor ezt meg, és 3500-et adám, ez még 180 XP-t. Úgyhogy tök jó. Na, innen ki kéne ódalognunk. Ez nem volt nehéz. Szerintem az utolsó lesz a nehéz, a többi az nem veszélyes. Hát de ez tényleg ez a gép. Ezért én olyan szinten meg vagyok elégedve, gyerekek. Jó. El is posztolta a hátsó kerekem, jó. Ideje bevennünk a garázsba, gyerekek, mert itt... Hoppá! Gyerekek, kiukadt a tank. Ne szórakozzál! Kiukadt a tank. Fogy az üzemanyagom. Folyamatosan fogy az üzemanyagom. Ó. Irány, bazd be a garázsba, gyorsan! Ömlik ki az üzemanyag! Még jó, hogy nyérem van! Megállás nélkül fogy! Menjünk! Na, ilyet se láttam még. Egyébként tropára van minden, hátsó gumi kilúg, ki van durranva, nézd meg. Jobb hátsónk. Ez jó. Tök élethű, tök jó egyébként. Én komolyan mondom, tetszik ez. Van egy kis kihívás, lehet, hogy nem fogunk beérni. Oh, ez itt a scoutot remélem, hogy nem törtük ripityára. Mert akkor ezzel még be tudok menni, vagy valamit tudok csinálni esetleg. Már ezzel bevontatni nem valószínű, hogy befogom ezt. Rohadt gyorsan menjünk, az a lényeg. Fú, még messze van ám. Menjél már. Ez még jó, hogy nem a... map másik felén történt ez velem. Na, figyelni kell a dolgokra, srácok, mert így...
88, 86, 85, 84, így fogy. 81, kis környezetszennyezés az befityeg, mi? 76, 74. Hát jó, beérünk, de egyébként nem sokan múlott. Ott van, bazze, figyeljetek. 100 liter üzemanyag elfogyott eddig a, onnan, a garázsig. Megjöttünk, halleluja, bazze. Sacsú. Jó. Azt a betyár, gyerekek. Na várja, be akarom hozni az, azt a Scout 800-asat is. Ezt berakjuk izébe, eltároljuk, és megnézzük, hogy mennyibe kerül. Vagy? Na, 12.700, ne viccelj. Eladom a tökönbe. Hogyne. Ezek meg ugye még mindig megvannak, úgyhogy jó vagyok. 20, figyelj, 22.000 pénz csináltunk ma, rengeteg pénz egyébként, tényleg. Honnan verdám? Nyomunk egy testra szabást, most már megnézzük a kerekeket először, mert lehet, hogy azokat is unlockolgattuk. Nem basszus, az a baj, gyerekek. Van direkt sárkerék, figyelj. Hú, ez nagyon adja. És mi kell hozzá? Úton nagyon rossz egyébként. Mi kell hozzá? Hogy tudod unlockolni ki? Figyelj, ízét mond. Megfelelő felfüggesztés felrakod, akkor elvileg ezt tudod használni. Melyik a megfelelő felfüggesztés? Figyelj, ezek azt írja, hogy megfelelő felfüggesztés kell. Azért egy ilyen se lehet szar, nem? Mármint az, hogy nagyobb átmérőjű, ugye? Mert ugyanilyen van, csak kisebb átmérőjű. Hát szerintem, ugye a láncos, az sárba jó, zeneben kiváló, jégen kiváló. Igen, a láncos kerekek azok leginkább ugye jégre. A jégre kellene. Na mindegy, a felfüggesztés föl kéne csettinteni. Most nagyon nem tudom, hogy ez mi. De egyébként rontja a tartóságot, úgyhogy ez menjen a... Legyen ez, gyerekek, akkor egy ilyet veszünk mindenképpen. Egy megemeltet. Oké, okay, megvettük, fönt is van, ugye? Igen, és ebből meg van, és azt hiszem, hogy ezt el lehet adni, ha akarod. Hú, mennyire lehet eladni ezt? Ó, 4000 ér. Ez nagyon jó. El tudod adni, ami nem kell, de nem adom el, mert most nem kell pénz. Jegyezzük meg, hogy ilyenünk van. Na nézzük a kerekeket. Aha, lehet a izét engedni is. A sárba 12-es rank kell. De figyelj, az 51-es ankót fölengedni, rakni. Ugye nekünk a 47-es ankó van. Úgyhogy ezt mindenképpen kellene. Nagyon-nagyon jó. És viszont ezt a 47-es ankót, ezt akkor eladnám. 17, ott, ez nagyon jó, gyerekek. Figyelj, utána meg tudod venni, teljesen fölösleges megtartani. Így akkor a felfüggesztést is el kell adni a szabványosat. Figyelj, később megveszed. Ugyanannyiba... Ja, gumiabroncsok miatt nem. Jó, oké. Oké, akkor most rajtunk van a megemelt felfüggesztés, meg a legnagyobb... legnagyobb terepjáró kerék, ami létezik erre, ugye ez. Ez eddig oké? Okay. Na, nézzük. Mi van még, amit fel tudnék csettinteni ide? A csörlő. Itt van ugye, hogy miket ezért kell hozzá. Nagy teljesítményi csörlő. Hát ez nagyon komoly lehet. Pótkerék. Jó, viszont, várj, a váz kiegészítők, ez is érdekel. Na ez a service cabin, ez például, ugye ezt, jó, ezt néztük is. Teljesítmény tömegre nincs valami jó hatással. Váltót nem unlockoltunk? Mi kell hozzá? Uh-huh.
Jó, motort viszont tudunk venni, 13500. Megvesszük, és ugye akkor ezt a simát, ezt meg el tudjuk adni 5700-ért. Tök jó, akkor van minden, amit fel tudtunk ugye szerelni. És ez fú, ez azért jó lesz szerintem. Magasított felfüggesztés, legnagyobb kerekek. Na várjátok, hát figyelj, kiviszem már bazzá. Gyerekek, a következő részbe. Ezzel szerintem nagyon fogunk menni, öcsém. Ez nagyon jó lesz, de ez úgy fogja üzemanyagot zabálni, hogy azt szerintem meg fogunk körülni. És nagyon gondolkodok azon. Annyit még hadd nézzek meg. Hogy itt nem tudok egy szervizkocsit kéne vennem. Hogy ez hol? Várj, ott az milyen? Egy olyan felépítmény lenne jó nekem. Az egy szervizkocsi, mit tud? Olyan kellene, amelyik hordoz üzemanyagot is. Valami olyan cucc. Jó. Tudom, van 1500 javító, meg van 8 darab pótkerék. Sajnos semmi más. Szerintem tankolási dolog az nincsen, ugye? Nincs. Meg kéne nézni, hogy nem lehet, ezt nem tudom egyébként, most ezt lehet, hogy hülyének néztük, de megnézem, hogy nem lehet venni olyat, hogy... Vagy valahonnan szerezni valami olyan cuccot. Pótkocsi tároló, na erre voltam kíváncsi, bazza, komolyan. Nehéz, visszaállító, úristen, 3700 liter víz, ki a tökömnek köl az, bazza. Van ilyenünk, úristen, ez is nagyon komoly. 4 szállítmány tud, hallod? Lépcsős fél pótkocsi. Ja igen, pénzbe kerülnek, jó, semmi gond egyébként. Üzemanyag, na 2000 literes üzemanyag szállító. Ezzel ellennék egy darabig el. Szélesség platós, 5 darab cuccot tudsz állítani. 3 tengelyes félpótkocsi, mondjuk ide azért kellene a gépek, nem? Ez lehet, hogy nem igen rángatnál ezt. Rönkös, generátor, 1500 liter. 1500 liter micsoda? ...3700 liter üzemanyag. Megvan oldva minden probléma. Oldalfalas. Vannak ilyen izék, nehéz. Lowboy. Karbantartó. Na ott van. Ott van, gyerekek, ez mindent is tud, figyeld. Üzemanyag. Meg karbantartás. Szervizpótkocsi, jó. Hát nem veszek, megmondom őszintén. De gyerekek, kijöttünk a garázsból, nézzen már meg. Hiszen elfogyott egy csomó üzemanyagunk. Na srácok, viszont nem búcsúzok. Nem tudom, hogy fogom ezt megoldani. Ezt a dolgot. Már egyféleképpen egyébként meg tudnám oldani. Ez mi a tököm? Mi van ezen felépítmény? Erre lehet, hogy... Tudnék dobni, izét, nem? Ez van. Nem akarom használni, mert akkor meg azt mondjátok, hogy izé vagyok. Csicska vagyok. Ugye? Testre szabás. Ez a vász kiegészítők, hogy miért csak ez van? Üzemanyag tartály. Ez is mikor van? 4-es rang. 4-es rang. 390 XP múlva. Ez az üzemanyag tartálya jellednék. Teljes, mint tömeg. S-es. Úristen, gyereke. Nagyon brutál. Meg erre bazen egy rohadt izét nem lehet rakni egy flatbedet. Azért ez komoly. Akkor ez a hátrája. Hát akkor ha hiába is akartam volna. Erre kell rakni egy ilyen üzemanyagos cuccot, hallod? És akkor csá. Nem? Ennyi az egész, gyerekek. Megvan oldva. Keleti kérdés. Izé 1800 literre egy elbalangolna. De szerintem ez olyan instabil lenne ezzel a főleg emelt szerkezettel, bazen ez a tele üzemanyaggal, te édes Isten. De viszont ugye mennyibe kerülhet ez? Nem tudom. Ezek ingyenesek. Akkor jó. Akkor ezt meg fogjuk venni, kell, annyit összekohálunk, gyerekek, hogy 390 XP-nk még legyen, az csácsumi.
Jó, szerintem tök jók mentünk ma is. Még mindig benne van szerintem a professional gameplay sorozat. És csapjuk neki, gyerekek, ezen a mapon még van bőven dolgunk, azt utána megyünk a következő helyre, mondjuk Alaszkába vagy valami. Globál térképet azt nézem, hát itt is ugye még, itt, még végig, oh, még rengeteg dolgunk van. Jó, Alaszkát látogassam, meg nem látogatom meg, gyerekek, most. Na, köszi szépen figyelmet, Isten áldjon benneteket, csácsumi, minden is, puszi.